Győri központtal indult, később Szombathelyen, majd Komárommal lett otthonra a Fényírók Fesztiválja, amely ma MediaWave együttlét nevet viseli. Évente 1000-nél is több filmkészítő pályázik alkotásaival, hogy bemutatkozhasson a nagy közönség előtt. Emellett koncertek, kiállítások és számos érdekes rendezvény színesíti a programot, hogy az együttlét minél hangulatosabb, különlegesebb legyen. Fejben egyfolytában filmek vannak, tehát hogyha ránézünk erre a fejre, ránézünk erre a szemre, ránézünk erre a szájra, ez azért hatékony, mert nem kell hozzá semmilyen pályázati rendszer, becsukom a szemem így, és már pörög a film, benn vannak a kanapék, megy a vetítő, akár 35-ös, akár 16-os, akár szuper 8-as, akár normál 8-as, akár 9 és feles, egyfolytában mennek a filmek. Tehát ha véletlenül valaki azt mondaná, hogy kéne újra filmet csinálni, nem lenne gond. Próbáljuk összegyűjteni a fesztivál 25 éves történeti anyagait, fotókat, filmeket, emlékeket. Ennek a gyűjtése nagy erővel folyik. Jelenleg az első 10 évet sikerült elég alaposan feldolgoznunk, de mindjárt kialakult egy mellékszál is köréje, az pedig az, hogy rájöttünk, hogy nem csak a saját történelmünket, történeteinket, emlékeinket kell gyűjteni, hanem nagyon érdekes az, hogy Győrben milyen velünk párhuzamos folyamatok zajlottak. A MediaWave alapítvány büszke arra, hogy 2001 óta díjazzák azokat a magyar, illetve az országban fellépő egyedi művészeti életpályával rendelkező személyiségeket, akiknek a szellemisége sohasem illeszkedett az éppen aktuális vagy divatos kulturális irányzathoz, hanem saját belső művészeti iránytűjük által kijelölt útjukat járták. Ugyancsak a MediaWave öröksége, hogy minden évben kiemelten foglalkoznak a kisebbségekkel, ezzel kapcsolatban Hartyándi Jenő is felidézett egy történetet, amikor éppen Dunaszerdahelyre indultak fellépni romániai cigány zenészekkel. Csak hát akkoriban a határon még elkérték az útleveleket. A határőrség rögtön lekapcsolta őket, hogy hova mennek, biztos valami vendégmunkásként akarják szaporítani a szlovákiai, egyébként meglehetősen nagy cigány kisebbséget, és hát ott kötözködtek velük, de hát ott voltak velük a dunaszerdai szervezők, és próbálták megmagyarázni a helyzetet, hogy hát ez. És akkor kijött a parancsnok, és mondta, oké, ha zenének neki egyet, és tényleg tudnak, akkor mehetnek. És akkor előpakoltak, hát ezt tudni kell, hogy azt hiszem 12 tagú fúvózenekar volt, ilyen nagy tubákkal, trombitákkal, mindenki álltak oda, állt a sor mind a két irányba, mert ugye addig lát a határellenőrzés, és akkor zenétek ott egy negyed órát, fél órát, aztán akkor a parancsnok vigyorgott, hogy na, menjenek. A fesztivál igazgató honlapjukon a meghívóban így fogalmaz. Személyesen több éve, mint most is, az utolsóra készülök. Ez egy jó önbecsapó taktika, mert felspannolja az embert és megpróbálja utoljára a legjobbat kihozni magából. Persze aztán végigküzdve a folyamatot, megfelelő boldogság szérmot lövelve a közösségbe és a közönségbe, és abból valamit vissza is kapva ismét nekiállunk a következőnek. De valójában nem is taktika ez, hanem realitás, mert majdnem minden évben a nulláról kell kezdenünk. Csak a tapasztalatunk, rutinunk, találékonyságunk és tűrőképességünk nőtt. Aki kíváncsi, hogy idén hogyan sikerült, az menjen el a Monostori erődbe április 28-a és május 2-a között, hiszen ekkor rendezik a 25. MediaWave együttlétet.